Tamási külterületi részein tavaly ősszel kezdődött el az ivóvízvezetékrendszer kiépítése, ami több százmillió forintos támogatással valósulhat meg. A projekt egy újabb üteme indult el a napokban, mondta el a település polgármestere. Külterületek vezetékes ivóvízzel történő ellátása projektünk egy újabb szakaszához, egy újabb üteméhez érkeztünk. Most itt Adorján pusztán vagyunk, és ez a projektnek a harmadik üteme. Ugye korábban Adorján, Újtelep, Tuskoskosba, Újvárhegyi rész került bevezetésre a vezetékes ivóvíz, és itt pedig most Adorján puszta a következő. Lezárult a közbeszerzési eljárás, és a kivitelező kiválasztása megtörtént, és most jelenleg a munkaterület átadás zajlik. Tehát ez azt jelenti, hogy hamarosan kezdődhet a munka ezen a településrészen, külterületi településrészen. Igazából itt van vezetékes ivóvíz, de egy volt TS hálózatról, tehát egy magánhálózatról kapták eddig az itt lakók a vizet, amivel azért az elmúlt időszakban valljuk meg őszintén számos probléma van. Tehát most a városi központi vezeték hálózatra lesz rákötve Adorján puszta is. A következő hetekben az Adorján pusztán lakók számíthatnak a munkagépek megjelenésére, ami némi fennakadást is jelentett majd a számukra, melyhez türelmüket kéri a település önkormányzata. A hálózaton túl az aknák is telepítésre kerülnek, és hogyha ez megtörtént, akkor egy nyilatkozatot követően a DRV szerződést fog kötni az itt lakókkal. Mintegy 50 lakost érint egyébként itt ez a beruházás Adorján pusztán, és 3,5 kilométernyi vezetékhálózat épül ki, tehát ez egy ugye, picit messzebb van a belterülettől, mint a korábbi külterületek, ahol már kiépült a vezetékhálózat. 200 napja van a kivitelezőnek, hogy elkészüljön a hálózat. Én abban bízom, hogy a nyár folyamán elkészülnek, és a nyár végére, ősz elejére lesz egészséges ivóvízük az itt lakóknak. Az előző ütemekben elkészült település részeken élők már a mai kor követelményei szerint vehetik igénybe az ivóvíz szolgáltatást. Adorján Újtelepen, tehát itt a szemben lévő részen igen, és most már a Tuskos-Kosba-Újvárhegyi részen is folyamatosan kötik be a DRV munkatársai a vízórákat, tehát ott is lehetőség van már arra, hogy egészséges ivóvízhez jussanak a külterületen élők. Van még egy ütem, Öreghenye, településrész, külterületi településrész, itt a beszerzési eljárás jelenleg még zajlik, de én abban bízom, hogy ebben az évben ott is kiépül a hálózat. A projektnek köszönhetően egy több évtizedes probléma oldódik meg Tamási külterületi részein.